Otthon anyukámmal Svábul beszéltünk, és a gyereki, gyerekkori társak is Svábul beszéltek, és nem tudom, hány éves koromba kerültem óvodába, és ott tanultam meg magyarul. Tulajdonképpen ott sok mese volt, meg ének, meg minden, és nem volt ez nekem probléma, hogy csak utólag jöttem én rá, hogy nem tudok magyarul, és észre se vettem, és mire vége volt az óvodának, én már magyarul beszéltem. Anyuka mindig dolgozott, szóval mi a testvéremmel fiús módon az utcán nőttünk fel, és, és mindig sok, szóval tényleg úgy nőttünk föl, hogy mindig egyedül voltunk, mert apu se élt már, nem, és anyu még mindig dolgozott, de azért felnőttünk. Anyukám az panziókba is takarított. A Delmedikó panzió, mindig emlékszem annál névre, és hát ott spejzt takarítottak meg mindenhol, és egymás közt a munkatársai velük németül beszéltek. És akkor a vendégek meghallották a német szót, hogy aki takarít, az németül beszél. Azt mondja, milyen műveltek ezek a magyarok, hogy még a takarítónők is tudnak németül. Anyu ezt mindig mesélte, mert nagyon élvezte, hogy a drága vendégek is nagyon kedvesek voltak hozzá. Volt a fahelyos fánk. Nem tudom, azt, hiszem tényleg csak a sütötték. Az tulajdonképpen egy zsíros tészta, és ahhoz van egy, egy kis henger nyíllel, és arra ezt rá kell tenni, rá kell kötözni egy madzaggal a, tésztát, a 10x10 cm-es tésztát, és olajba kisütni és pahélyos cukorral megszórni. Nagyon nagy sikere volt. az egy igazi. És akkor volt már olyan, a tévé volt itt Budakeszin, hogy ki hogy főz, és nekem a legjobban azt tetszett, amikor az egyik fiú azt mondta, hogy ő főzni nem szeretett, de a smolt nagyon szerette és akkor a riporter megkérdezte, hogy mi az a smolc proud? És akkor mondták, a proud, az brót, csak a sváb azt mondja a proud, smolc proud, hát a zsíros kenyeret szerette a legjobban. Mátyás nagyapám az első világháborút végigharcolta, és úgy mesélte anyukám, hogy nagyon más ember jött vissza a háborúból, nagyon-nagyon idegileg ki volt, és nem az, nem az igazi apu jött haza. És, és ennek a Fritz Mátyásnak három gyereke volt: Fritz Erzsébet, Fritz Éva és Fritz Mátyás. Az Éva az egyedül élt, Anyukám hát az férhez ment, és a mátyásnak is nagyon szomorú sorsa volt, ha mondjuk még erről beszélünk, mert az oroszok bejövetelével ő Budaörsön volt, és közben a Budaörsöl eljött ide meglátogatni a családját, és a 24-én, váratlanul ide bevonult az orosz hadsereg, és akkor ő igyekezett visszamenni a állomás helyére, és onnan bevitték Budapestre, 44 karácsonyán, hát az egység, és február 20 nem tudom hányadikán, mikor a kitörés volt a németek által, akkor hadifogságba esett, és itt hajtották keresztül a hadifoglyokat, és akkor a lakosság értesítette, akit ismertek, hogy itt van a férjed. És akkor a falun kívül engedték meg az orosz katonák, hogy csak megöleljék egymást. És 53-ig volt fogságba. Közben az egész családját kitelepítették, és akkor végül amikor Magyarországra került, Tisza lőkön kellett még maradni neki. Hát ott már könnyebb volt, de az orosz hadifogság az nagyon-nagyon keserves volt. Vízbűvet építették akkor, és nagyon-nagyon szigorú volt ez. Ez az 50-es évek közepén volt körülbelül. És akkor még a, a, hatalom nagyon vigyázott arra, hogy, hogy semmilyen idegen dolog ne kerüljön ki onnan. És én akkor a minisztériumban olyan főosztályon dolgoztam, akinek ott volt munkaköre Tiszalökön, és próbáltunk mindent megtenni, hogy esetleg ott meglátogassam, de nem engedtek senki, senki látogatót. Ő ott maradt egész 52-ig, ott kellett maradnia, és onnan egyenesen Németországba mehetett ki a családjához. Nagyon-nagyon rossz körülmények közé kerültek a háború után, és három éves volt a legkisebb gyereke, olyan lakásban voltak, hogy a padlás beszakadt, és leesett a gyerek. És a felesége is egy idegroncs volt, mire 53-ban ő a hadifogságból hazamehetett. És amikor a nagybátyám legelőször itt volt látogatóba a fogság után, akkor elvittük mi kocsival Tiszalökre, de hát akkor már hogy ott volt a vízművek, ott volt mindenféle, hát semmi emlék arról nem maradt, mert, mert minden megépült és kész volt. Apám családja, öten voltak testvérek, apám a középső gyerek volt, és nagyon jó testvérek voltak, azt el tudom mondani. Apuka köműves volt, akkor a legidősebb nővére házi asszony, az Koller Erzsébet, ugyanaz a neve, mint nekem, akkor a következő fiú az magyarosította a nevét, az Körvendi József volt, akkor a harmadik az Koller Antal volt, és a legkisebb Koller Ferenc. Hát az apukám volt, az nagyon-nagyon. Tényleg nagyon jó ember volt. És emlékszem, mikor Polgáriba kerültem, akkor bet nekem egy piros cigánostól tartót. Abban volt egy töltöttől és egy töltött szároza. Hát nagyon-nagyon örültem akkor annak. És, és nagyon szeretett olvasni az apukám mindig a Sparhelt és a Kredenc között volt egy hokellő, és ott ült, és állandóan olvasott. És na, na, nagyon-nagyon, hát 12 éves voltam, amikor bevonult, szóval ez, ezek olyan szép emlékek. Apu annak idején a repülőgép alkatrészgyárba dolgozott, mint karbantartó, és felmentése volt a katonáság alól. És nagyon váratlanul, 44. szeptember végén kapott egy, nem tudom, hogy hívják azt a behívót, azonnali behívót, méghozzá SS katonának. Hát ami döbbenetes volt akkor nekünk, és ugyanakkor nem emlékszem hányan kaptak a faluból, körülbelül 10-15-ön, és hát nem, nem, volt mese, el kellett neki menni, és új vidékre vonult be. Nagyon sokára kaptunk tőle egy levelet, amiben megírta, hogy új vidéken van, jól van, és hát írjunk. Én voltam, aki válaszoltam, de karácsonyig nem kaptunk választ. Az a pár katona, aki életbe maradt az új vidéki bevonulás után, azok hazajöttek, és ők mondták el, hogy mi történt apuval. Bement a faluba, mert valahol erdőben voltak ők, és ott nagyon sok partizán volt annak idején. És apám és egy társa bement a faluba, a kocsmába, hogy cigarettát cseréljenek vagy szerezzenek. És állítólag oda-abba a kocsmába betörtek a partizánok, és apámot ott agyonlőtték. Ennyit tudunk apuról. És akkor a testvérei közül, mondjuk, ha, ha az ember úgy veszi, még a Koller Erzsébetnek volt nagyon rossz sorsa. Annak a férje magyar katona volt, és hát mondjuk a háború végén itthon volt szabadságon, és végül is neki egy leventakorú fia volt, és akkor született még egy gyerek. És ez mind 44 őszén volt, 44 év végén, és akkor jöttek az oroszok, és ez a katona szintén Budapesten volt az ostrom alatt, meghalt, és a fia jött vissza, a Levente fiú, a gimnáziumi érettségi után elvitték a, leventé, a Leventékkel együtt, valahova, kötelező volt elmenni, és arról semmit nem tudunk. És akkor a másik öccse apámnak, az meghalt, mert tüdőbeteg volt, és a kis, legkisebbik öccse, az kitelepült Németországba ez a rokonság. De mondjuk talán arról szeretnék beszélni, hogy mi ennek ellenére, hogy ilyen sorsunk volt apámmal, nem települtünk ki, amit nagyon nehezen, hát örültünk nagyon, mert senki nem akart menni. És akkor azt már anyu mondta, hogy amikor 38-ban népszámlálás volt, és jött ez, a, aki összeírta a dolgokat, hát természetesnek vette, azt talán német párti volt, hogy anyanyelv magyar, illetve az állampolgárság magyar, anyanyelv német, és akkor anyám kijelentette, hogy nem, itt hagyja a papírt, majd mi tintával kitöltjük, hogy nekünk magyar anyanyelvünk van. És hát jött a telepítés, és nagyon féltünk, nem akartunk elmenni, és nem is kaptunk, még csak kise voltunk írva, mert először volt a kiírás, hogy kik mennek, és akkor lehetett fellebezni, hogy milyen indokkal maradnának, vagy valami, de még csak kisebb voltunk függeszve. És novemberbe vagy decemberbe volt az a helyzet, hogy anyámat értesítették, hogy apám katonai segélyét, vagy nem tudom, amit a katonasság kap a családja azt vegye föl. És anyám azt mondta, hogy neki az a pénz nem kell. És nem vette föl. És a telepítés után akkor volt nekünk a város a községházán ismerős, és próbáltuk megtudni. Persze nem nagyon mertünk erről beszélni, hogy hogyan maradtunk mi itthon. És akkor mondták, hogy az oroszok minden iratot a községházán megsemmisítettek, és nekik csak az a lista volt meg az SS behívókról, aki fölvette a pénzt, a hadisegét, vagy nem tudom mi volt az, és így történt, hogy mi itthon maradtunk. Nagyon-nagyon Nehezen mentek el, tényleg szörnyű. És a nagypapának volt egy testvére Budaörsön. Azokkal nem nagyon tartottuk mi a kapcsolatot, mert hát öregek voltak, meg fáradtak, de ott nagyon sok gyerek volt Budaörsön, és nagyon ritkán találkoztunk. És most viszont itt visszajöttek ide a látogatóba, és akkor tudtam meg, hogy az ő édesapjuk annyira beteg lett, annyira fölidegesítette magát a kitelepítésnél, hogy mikor már vonaton ott volt a családja, ő meghalt. És akkor annyit még megengedtek a fiának, hogy eltemesse, illetve elássa, mert nem volt szertartás. És amikor ide visszajöttek, már az apja sírját se találta meg. És azóta is azok is szívesen jönnek az egész nagy családdal, gyerekestől ide-vissza körülnézni. Mi 30 harmincan voltunk, polgáriba jártam, harmincan voltunk, és tizenketten maradtunk, a többiek kitelepültek. Hát nagyon nagy elkeseredettség volt. Akivel csak leveleztem, inkább ők kérték, hogy azt a verset, vagy írjam le nekik, hogy ezt a Petőfi verset kislakála, nagy Duna mentében. Ezt nagyon sokan kérték, hogy írjam meg nekik, mert mindig arra gondolnak. Úgyhogy ő nekik nagyon fájt, hogy ki kellett menni. Hát tulajdonképpen mi, akik nem voltunk érintettek, hát mi csak hallottuk a híreket, mert Budaorsan a vasúti kocsiba lettek behelyezve, és mindenki mihetett nem tudom hány kilót nagy csomagokat, de hát ágy nem ütöttek egy kis ennivalót, szóval sokat nem lehetett vinni. De nagyon, mondjuk abból látszik, hogy, hogy nagyon vártak haza, amikor nagyjából 50 évesek voltunk, akkor szerveztünk egy nagy találkozót itt Budakeszin, és mondjuk az 51 és a 49-es korosztály, három korosztály az úgy, úgy egymásra talált, de még Amerikából is, meg Németországból, minden honnan hazajöttek. És ezen a héten ment el egy német vendégem, itt parkoltak a lakókocsival, a harmadik generáció jön még ide-vissza, nem rokon, csak szomszédok voltak, a mamák, akkor a gyerekeik és annak a gyerekei, unokái, és még mindig visszajárnak. Hát most, most már 10-15 éve igazán nincs olyan szoros kapcsolat. Azt tudom, hogy én mikor először mentem ki, háromszor nem adtak útlevelet. És akkor, mikor harmadszorra fellebbeztem, akkor kértem egy személyes kihallgatást a belügyminisztériumtól, és kíváncsi vagyok, hogy miért nem mehetek ki. Mikor a férjem Indiában volt, akkor a kisfiamat anyukára, az én anyámra bíztam, és mert azt hitték, azért nem adnak, mert hát, ha nem jövök vissza, mondom, a családom szanaszét van, biztos, hogy visszajövök, akkor megadták. Csak azt akartam ebből kihúzni, akkor a kintiek nagyon szegények voltak. Ez a legjobb barátnőm az emlékszem, fönt az emeletes ház tetején volt a hálószobájuk, és lent mondjuk ott sok emeletes ház volt, falbakba, és hogy két emelet volt. És lent a földszinten ott volt a szerű, amit vécének is használtak, ahogy összefolyt a, a, a víz az, ott a mosokonyhában. Szóval olyan szegények voltak, az első időkben. De nagyon, én nem tudom, nagyon, nagyon gyorsan azért munkájuk volt, és mindenki épített gyönyörű családi házat. Azt lehet mondani, hogy sokkal komfortosabb házak, mondjuk, mint ez. Mert ez 54-be épült, és nagyon kevés pénzünk volt. Én dolgoztam, a férje ösztöndíjas volt még az egyetemen. Azért ilyen ócska minden itt. Fált a fogam hátul, és akkor olyan volt a rendszer, hogy egy főorvos kiosztott, az megnézte, mit kell csinálni a beosztott orvosnak. És sorban négy fogamat kihúzták, a fájdalom nem szűnt meg. És akkor már az az a, alorvos, aki kezelt, már ő sokalta, hogy nem lehet kihúzni egy embernek négy fogat, csak azért, végül is kisült Schwab Budakeszi. Budakeszin születtem, ott laktam. És a zsidó főorvos visszaadta a sérelmeit nekem. Hát persze, hogy nem mindegy, hogy így, így mondjuk megcsinálják, hogy kiúznak csak azért egy pár fogat, mert őnek is érelmei voltak. Hát valahogy lenézték mindig a svábokat. Nem, nem egy igazán élmény svábnak lenni. Szóval. Mert az se nem magyar, se nem német.